Sziasztok, kacként Tomi vagyok, köszöntök mindenkit ismételten a Stronghold Crusaderben. Folytatjuk a keresztes harcmesterek nyomában hadjáratunkat. Az 52. részhez érkeztünk. Wow! Moody Boots, ez ugye... Ez a sáros cipők, vagy valami hasonló. Az a lényeg, hogy egy marshal ellen fogunk menni. 4000 arannyal kezdünk, ő 2000-re. Ugye egy ilyen mocsaras tudsz az egész. Most gondolom nem fogok senkinek újat mondani azzal, hogy ez nem lesz túl nehéz, tehát hogy ezt is megpróbálom nem egy ilyen 3 percesre megcsinálni, ha meg lehetne, de igazából szerint... Van, de nincs értelme, tudod, hogy most 3 perces küldetés, az kit érdekel, tehát legalább 5-6 percesre nyomjuk már el, érted? Tehát mondjuk ilyet se sűrűn fog szalni tőlem, hogy direkt húzom az időt, de nem tudom. Most annyira benne van ez a feeling, hogy... Ugye pont egy év volt ez a dolog, hogy elkezdtük ezt, és visszaemlékszem arra, hogy az milyen volt, amikor érted, leültem, és akkor örültem a fejemnek, hogy végre tudom videózni a egyik legszebb játékot a világom. Nem legszebbet, legjobbat. És... ja, tökre ilyen déjà vu van, meg ilyen nosztalgia, meg minden egyéb. Hát tudod, hát mondom, neked is volt már ilyened. Hanem akkor majd most. Tehát figyelj oda nagyon erősen, és neked is lesz ilyened. Oké. Egyébként, hogy a kérdéseket, amik majd fel fognak merülni, azt elkerüljük. Fogunk Stronghold 2-zni is természetesen. Viszont egyszerűen nem tudok mindent vinni. Ugyanis nyár van, meg izé, tudod, és akkor nekem meg itt 73000 fok van a szobában, meg izé, tehát... Jó, tudom, segít, nem érdekel, de engem igen, tehát... Az, vagy úgy nem tudok videózni, hogy... érted? Ez így nem videó. Nyilván valahogy meg kéne próbálni egy élvezhetőre csinálni, meg stb. Ahhoz meg ugye azt kell, hogy néha pihenjek egy 5-10 percet. Jó, egyébként én azt mondanám, hogy menjünk rá azokra. Vannak ugye lovagjai, tehát arra fel kell készülni. De tulajdonképpen kit érdekel. Ha fel tudnám azt, hogy gyújtani... Ugye a mocsárban azt kell tudni az ijászokról, hogy nem tudják eltalálni az embereket, tehát egyiket sem. Ne kérdezz, miért nem. Fogalmam sincs. Ó, viszont ez így easy. Igazából ennyi volt. Felgyulladnak a lovagjai is, úgyhogy rip. Ez rip. Fel is vehetjük szerintem 90-re nyugodtan. Üzenet érkezett a tábornok. Elég kockázatosnak néz ki a dolog, fi. Annak bizony. Bejönk ide, azt találtam ki, és próbáljuk meg azokat lelőni. Hát ugye annyira befalazza magát, hogy itt létezhetetlen, hogy ezt elolhatja bármikor, úgyhogy a népességének már most K.O. van. Of course. És bazdmeg 3 percre járunk, most nem tudom, azon gondolom, hogy mit csináljak, hogy ne 3 perc legyen ez a küldetés. Csökken a népszerűség. Shit. A magtár teljesen kívül. Aranykészleteink gyorsan gyarapodnak nagyra. Csökken a népszerűsége. Nincs elég ál. Micsoda? Nincs elég ál. Arany kellene. Oké, eladunk mindent, amire nincs szükségünk, abból amúgy nem túl sok van, de azt eladjuk. Nincs elég ál. Oké, okay. Lebomlott egy épület, meg minden ugye a fegyverraktára is le fog égni teljesen. Szépen a szinokkal benyomulunk, és itt nagyjából ennyi. Ennyi fog történni. És az a jó azokban a cizekben, hogy amíg el nem tehát minden épület le nem omlik, addig nem fog elaludni. Ha csak el nem oltja, de eddig úgy néz ki, hogy nem oltja el, tehát... És ugye nekünk hirtelen 3 perc ott lett egy akkora ekonómiánk, hogy beszarsz. Úgyhogy ez van! Na figyelj, most... Ott mászunk fel, aztán valami... Jaj, most szétégetem a... Ez igazi profi munka volt, jó? Tehát nyugi, ez direkt csináltam amúgy. És kellek szétégettem bazdmeg a saját asszonyaimat. Easy! Ennek itt el vannak, hogy nem zavarnak senkit. Ugye folyamatosan a záró tűz alatt tartjuk, tehát nagyon embereket sem tud képezni. Amúgy egész jó várakat szokott építeni a csávó, meg itt meg is tudná oldani, hogyha most ez egy nagy map lenne, de mivel nem az, azért nem tudja. Tehát ennyire egyszerű.
Most nem tudom, mi volt itt az elképzelés, hogy miért arra indultak el, hogy... hogy ide felmásszanak, tehát... De mindegy. Mindjárt lemászunk ide, aztán jó. Ezt a kemény 13 darab fekete úriembert leküldjük oda. És mehettek a dolgotokra. Oké. Ez szintén félelmetes volt. Hát amennyire tudtam, elhúztam 5 perc. Az... mindegy. Jó. Tehát ez lett volna, srácok, az 50... mennyi? Kettedik rész? Jól mondtam, kettedik, ugye? Igen, ez volt az 52. víz. Víz? Rész? Ja, szentelt. Jó, mindegy. Remélem tetszettek, és itt leszek velem legközelebb is. Én Tomi voltam. Sziasztok!